Alapvetően rézlemezre készülnek a legtöbb képen, mert rézkarc. Belekarcolom a lemezbe a képet magát, rákarcolom a tetejére, de úgy, hogy először egy festékréteg van, amit ráhúzok. Abba karcolom bele, mert ott látszik, mert ha magára a lemezre karcolnám, akkor nem látom a képet. De ha erre a fekete alapra dolgozom, akkor látom a képet, és a fekete alap kiemeli. Megcsinálom először azt, utána belekarcolom a képet, utána beleteszem a lemezt a maratószerbe, és ahol a képek vonalai látszanak, ott a vonal húzásának a helyén kimaródik a kép maga. Nem vicc, én nagyítóval dolgozom, mert tulajdonképpen a képeimen annyi minden van, talán néha kicsi túlzsúfolt is egy-egy alkotás. Ezt már mondták művészbarátaim, hogy sok mindent raksz. Annyira, hogy nem tudjuk kapkodni a fejünket, hogy hova nézzünk. Ilyen a Szapessy Béla is, meg a Horváth János is ilyen volt, hogy nézegetős mindig. Szapessy Béla volt az, aki megmutatta, hogy jobb, ha részletgazdag képeket készítek, és nem elnagyolt dolgokat, nem olyat, hogy csak intimen utalok valamire, hanem megmutatom a képet közvetlen közelről, hogy lássa az ember, aki nézi, hogy mit akar kifejezni a alkotó ember. Aztán, hogy a néző ember mit lát, ez már teljesen más lapra tartozik. Tulajdonképpen a legtöbb képem művelődési házakban, különböző települések, művelődési házak, Debrecen, Kiszadada, Nyíregyháza, Kisvárdán is vannak képeim. Ez mind Barcsa, Dombrád, Kisvasút volt területe. Én nagyon szerettem addig, míg üzemelt a Kisvasút, foglalkozni vele, annál is inkább, mert érdekes volt. Számomra a vasút munkahely volt. Elég hosszú ideig, 41 néhány évig voltam alkalmazottként a vasútnál. Munkavédelmi vezető voltam, így a főnök után a második emberként fogadtak el, mint munkavédelmi vezetőt. Építész vagyok, tehát épületeket terveztem egy időben elég sokat, és így azzal foglalkoztam alapvetően. Aztán abban maradt, elkerültem más beosztásba. Az ember mindig gondolkodik rajta, hogy mit lehetne még kihozni önmagából, és megpróbálja. Néha sikerül, néha nem. Az eseteim többségében sikerültek a dolgaim, lásd a képeket, és azt, hogy végül a MAUE, a Magyar Alkotóművészek felvett a soraiba. Arra meg külön büszke vagyok, és persze ehhez ajánlás kellett,
és ez volt többek között Szepesi Béla barátom. 6-7 éves korom óta állandóan ceruza mindig a kezemben volt, mindig rajzolgattam. De nem akartam hivatalosan, tehát rendes rajzok, csak amit én elgondoltam. Néha butaságokat csináltam, néha rosszat csináltam, de aztán egy idő után rá kellett jönnöm, hogy valami mégis van benne, mert nem csak én nekem tetszett, hanem például abba a korba szüleimnek is egy rész tetszett, rokonság, ismerősök, barátok. Végül a Szepesi Béla volt az, aki azt mondta, hogy mindenképpen gyere és kezd csinálni folyamatosan. Tulajdonképpen volt a részkart linoleum metszet, ezek voltak, amikkel foglalkoztam alapvetően. Festészettel nem foglalkoztam soha. Festészettől valahogy nem mertem foglalkozni vele. Féltem tőle szabályosan. Sajnos ez még a mai napig is bennem van, és még a mai napig sem merek igazán foglalkozni vele, bár már mondták, hogy csináltam egy-két valami képet, nagyon tetszett, de én elzárkózom mai napig is. Grafikus vagyok, ezzel foglalkozok a mai nap is, rajzolok alapvetően. Utána ezekről a képekről leírásokat készítek. Leírom, hogy mit látható én szerintem a képen. Mert lehet, hogy egy másik ember, vagy harmadik ember teljesen mást lát a képen, mint amit én látok. Próbálok igaz történeteket elmesélni, mert a 90%-ig megtörtént esetek, meg látott gondolatok alapjai ezek a képeim. Talán jobb, hogy így dolgozom, talán nem jó, de így kezdtem és így folytattam mostanáig. Varjak szeretnének lenni. Szemben a Horváth Jánosék lakásával, vagy attól eltérően egy kicsit messzebb van egy kis terecske, és ott láttam ezt a 1 001 varjút, így késő ősszel volt. Nekem nagyon megtetszettek, bejött, hogy milyen csoportba is. Mintha a parancsnokuk lett volna valaki, egyformán mozogtak, egyformán intézkedett minden madár, egyben csinálta a dolgát. Érdekes volt számomra, és később is azt hiszem, hogy érdekes lett, mert maradt is. Nagyon szerettem az állatokat itt az erdőben, meg aztán kin Soston, hogy ide kiköltöztünk, nagyon sok állattal találkozik az ember, mert a kert tele van különböző állatokkal. Meg hát a szomszédba a Vadas Park nem messze, úgyhogy én imádok ebből a szempontból is itt lakni ezen a környéken, mert mozgalmas. Önmagamról, családomról, mikor, hogy sikerül. Thank you.
unokáim jönnek, és akkor őróluk készítek rajzokat. Néha aztán azt nekik adom, meg a szüleiknek odadom. Elsősorban a Városi Galériában található a nagy tömeg, nagy része. Második sorban a helyi múzeumban, mert a múzeum is nagyon sok képet eltárolt. Nekik ajándékoztam. Én eladni semmit soha nem adtam el. Én csak legfeljebb, ha jó viszonyban vagyunk, akkor oda ajándékozom a képeimet. Eladni nem adok el. Biztos, hogy egy Nyíregyházáról készült képet választanék, mivel itt születtem, itt éltem gyerekkoromtól kezdve a mai napig. És most már majdnem 80 év, hogy szeretem a városomat, tisztelem a városomat.